Van itt egy alaposan leharcolt Hyundai televíziónk, amit megpróbálunk beüzemelni. Irdogás van. Bekapcs. Az itt történik. Aha, be is kapcsolódott. És ez a baj tulajdonképpen, hogy egyrészt van egy függőleges csíkunk, másrészt a felső mező az teljes mértékben használhatatlan, illetve az alsó mező is csak részben működik. Egyébként ez a szekció működik, de a felső mező az használhatatlan. Megnézzük, hogy hát ha esetleg ez egy... Nem hiszem, hogy egy kiégett LED vagy lámpa szekció lenne, mert nem lennének ilyen jelek. Vagy semmi, vagy jó, de itt úgy látszik, hogy ez a törésre és érintkező zavarra utaló jel, ez komolyabb problémát sejtett. Jó, hát szétszedjük és meglátjuk. Egy általános kortalanítással kezdünk. Eltávolítjuk a hátsó buklatot. Metrikus csavarok. Rövid a csavarmenetes. A csavarmenetes, ugyanaz a méret. Illetve szerintem a lábat is le kell szedni. Metrikus menet. De nem jön ki. Ennyi a talp. Ez kijött. Innen, világon. Kicsit be volt szennyeződve. Az a problémája. Képzelhet, hogy van egy kis valami karmantyú is, ami rögzíti, amit most nem láttam. Ez oda. Ja. Szigetelő anyag, egy ragasztószalag. Ragasztószalag rögzített ezt a hátoldalra. Összességében ugye így néz ki a burkolat alatti rész.
metrikus kis rövid csavar. Egészen pici kis metrikus csavar. Egy műanyag csavar. Igaz, ez nem is kellett volna ezt a műanyagot így konkrétan eltávolítani, hanem ez csak ugye így lejött. Ez innen már lejönne, de ez ki kell oldani ezeket a vezetékeket. Itt a főkapcsoló, a szalagkábelet. Meg lehet nyomni oldalról ezt a csatlakozót, de... Így van. Oldalról meg kell nyomni és úgy kihúzni. Akkor lejön ez a műanyag. Most ezt a szalagot is le tudjuk innen oldani. Nézzük ezt a kioldást itt. Egyszer. Kétszer. Háromszor. Vagy csak ilyen átbújtatós stiftek, amiket össze kell nyomni, azt, hogy ki tudjunk venni. Így. És van egy bújtató. Így. És kivehető. Nem vehető ki, csak elengedte. Így. És még egy van, így. Ezzel ugye elválasztottuk az elektronikát a kijelzőtől. Ez a LED panel. És mindjárt leteszteljük. A kijelzőt egyelőre félretesszük. És ezt a panelt pedig leteszteljük. Ugye itt egy bekapcsoló gombnak kellene nekünk lenni. Úgyhogy mégsem tudom teljesen félretenni ezt a panelt, mert a bekapcsoló gomb az szükséges nekünk most. Bekapcsoló gombra szükségünk van. Így. Meg a betápra. Ide. A tápcsatlakozóra is szükségünk van. Így. Csatlakoztatjuk a hálózathoz. És bekapcsoljuk. Ugyan? Ja. Szóval mi oldalsó kapcsolóval kapcsoltuk be, mondjuk nevezetesen innen. Aha, bekapcsolt. Jó. És minden LED jól működik. Minden LED jól működik.
Ez jól látható. Tehát itt is arról van szó, hogy a kijelző teljes mértékben tönkrement, igazából a megvilágítással nincsen gond. Megpróbáljuk ezt kihúzni, hogy akkor mi fog történni, ha ezt kihúzzuk. Akkor is világít, úgyhogy erre nincs is szükségünk. Erre az elektronikai részre nem lesz szükségünk, mert innen bekapcsolható lesz a dolog. Nem lesz szükségünk a hangszórókra se. Jó. És ezt a kijelzőt egy ilyen grafikus asztallá fogjuk átalakítani, illetve egy alulról megvilágító valami animációs asztal lesz belőle. Húzzuk ki. Így. Az infra kijelző innen kiszerelésre kerül, mert erre nincs. Egy infra jelzékelő, nincs szükségünk. Kis fényes csavar. A csavar jelleg. Így is. Hát, ez nem kapcsoló, ez csak egy érzékelő. Egy érzékelő, de erre nincs szükségünk. Jó, és most pedig el fogjuk távolítani a kijelzőt, ami miatt feketének tűnik a TV képernyője. És csak ezt a fehér, több rétegű fényvetőt hagyjuk meg. Ezek ugye fényes a csavarok. Ez is itt kipattantásra vár, így. Egyszer, és sokszor. Ki tudjuk emelni ezt a fény visszaverő réteget, valamint el tudjuk távolítani a törött kijelzőt, amivel nem lehet semmit csinálni sajnos. Ugye egy ilyen szép törött kijelzőnk van. Jó lesz valami szobadésznek. Összeszerelés előtt ezt még megtisztítjuk, ezt a keretet. Miután kivettük a kijelzőt, visszahozzuk ezt a fényosztólapot, illetve lapok rétegeit, és visszatesszük ide a keretbe. Ugye azt tudni kell, hogy ez több réteg. Nézzük csak! Tehát az első réteg egyik oldala matt, másik fényes, és ez pedig ez a Fresnel lencs lenznek nevezett fénytörő lehet. És ez kettő. Kettő, jó. Így. Jó, és akkor megy vissza a világítás. Ez ugye a világítás itt teljességében. Minden LED épp. Ez pedig bele ebbe a műanyag keretbe. Szintén bepatentoljuk a helyére. Egyszer, kétszer, háromszor és sokszor. Visszatesszük a keretrögzítő csavarokat. Négyszer, oké. Eltávolítjuk a felesleges alkatrészeket, például a hangszórókat.
ezekre itt nem lesz szükségünk egyáltalán. Így. Az kell, ez kell, és más, az kell. Tehát a overboard és a motherboard. Így, és most összerakjuk a tévét. Ezt kihúzom innen. Visszaszereljük ezt a keretelemet. Négy kis pici metrikus sorolra. Oké, és jöhet vissza a hátlap, amit először viszont megtisztítok teljesen tisztára. Visszatesszük a burkolatot. Először átfűzzük itt a hálózati csatlakozó vezetékét. Csatlakoztatjuk a helyére. Így. Ide kell még egy elem. Ide visszatesszük még ezt a kontrolltartót. Így, jöhet vissza. Ja, így jó. Így jó. Így jó, vissza is tesszük ezt a csatlakozó. És most jön. Jó, és akkor a csavarokkal viszont lehet rögzíteni. Én meg is elég szakasz, hiszem ennyivel. Visszatesszük ide a lábat. Mondjuk a négy hosszúval. Okay. És akkor van itt még egy ilyen ilyenünk. Így, ide egy csavar. Okay. Jó, és megpróbáljuk. Hogy mit mutat. Így. Becsatlakoztatom a hálózatba. Így. És bekapcsoljuk. Szeretném. Tehát lesz egy ilyen kis lámpánk, illetve műszaki asztalunk. Kapcsoljuk ki. Így. Tehát ez lett a kis lámpa, vagy műszaki asztal abban az esetben, hogyha vízszintesen elfordítjuk, itt lehet egy valami alul megvilágított dolgot csinálni. Mondjuk egy animációt, egy homokképet, vagy valami hasonlót. Így hasznosítottuk újra ezt a régi tévékészüléket.